Idén is megrendezi a Harman Hackathon 24 órás műszaki probléma megoldó és prototípus fejlesztő versenyt az Óbudai Egyetem Alba Régia Kar, a Harman Becker Kft. És Székesfehérvár önkormányzata. A középiskolások és egyetemisták alkotta csapatok egy kisfilm elkészítésével nevezhetnek a selejtezőbe. A versenyt beharangozó sajtótájékoztató Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere fontosnak nevezte, hogy ezzel a megmérettetéssel az innováció és a kutatásfejlesztés lehetőségeire hívják fel a fiatalok figyelmét. Olyan versenyt hirdettünk meg most már 3 éve, amely egyrészt nyilván a fiatalok figyelmét felhívja a mérnökpályára, hogy miért érdemes a mérnökpályát választani, és ezen belül miért érdemes Székesfehérvárt választani, hiszen itt olyan duális képzési lehetőség van az egyetem, illetve a többek között a Harman esetében is, amely egy nagyon komoly életpályát tud biztosítani a fiatalok számára. És ez a verseny, amellett, hogy egy nagyon kreatív és innovatív verseny, olyan kapcsolatokat tudnak építeni, akár a céggel, akár pedig az egyetemmel, ami aztán a későbbiekben számukra nagyon hatékony tud lenni. Györök György dékán úgy fogalmazott, hogy az Alba Régia Kar már több mint 10 éve azt az árszpolitikát választotta magának, ami az oktatás mienségét és magát az oktatott anyagot illetően is erősen iparhoz közeli oktatást jelent. Mindenképpen a hallgatóink gyakorlatorientált képzését segíti egy ilyen 24 órás vetélkedő, ahol kipróbálhatják magukat, minden tanultakat, műszaki, közgazdasági, informatikai készségeket latba vetve alkothatnak olyan eszközöket, amelyek a Harman számára, a versenyszféra számára fontosak. A versenykiírás kapcsán Németh Tibor, a Harman Becker Kft. Oktatási menedzser elmondta, a Junior Engineers Camp Harman Hackathon célja, hogy az ország minden területéről be tudják vonzani a tehetséges tanulókat, hallgatókat. A Harman Hackathonnak elsősorban az a célja, hogy minél több fiatalt meg tudjunk szólítani országosan, és minél többen szembesüljenek olyan műszaki kihívásokkal, aminek a megoldása közben kedvet kapnak majd a mérnöki léthez, vagy a mérnöki pályához. A versenyre október 18-áig lehet jelentkezni egy kisfilmmel, amelyben a csapatok felvetnek egy a lakóhelyükhöz köthető problémát, amely műszaki megoldást igényel. A jelentkezéseket a Harman Hackathon hivatalos oldalán várják.